Igazad? Na, húzd meg! A testmozgás és a hagyományőrzés egyszerre volt jelen a kis huszárok táboránál. A szabadságharc idejéből származó eszközökkel berendezett sátrat sok szülő is megcsodálta, amíg gyermekeik játszva tanultak a kanizsai hagyományőrzők segítségével. A gyermekeket ugye arra is biztatjuk, hogy kicsit úgy mozogjanak velünk. Itt van egy kis török várunk, amivel ugye a gyerekek ezeket a kis török bábokat dobálhatják, ugye egy kicsi célba dobálás, lehet kötelet húzni, zsákban ugrálás, valamint van egy gyakorló lovunk, amire fül a kis huszárjelöltünk, és huszár szabjával az eldobott szalma koszorukat kell elkapdosni. Na ezt nagyon, még a felnőttek is nagyon szokták szeretni. A táborba érkeztek olyan gyerekek is, akik már jó ideje tanulnak azért, hogy egyszer igazi huszárrá válhassanak. Lehetett megtanulni a hatvágást, lehetett lovon elkapni a koszorukat, és még lehet mindenféle jó játékot csinálni. A kis huszárokhoz bármikor jelentkezhetnek azok a fiatalok, akik szívesen megismerkednének a 48-as hősök mindennapjaival és harcászati tudásával.